Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogóul akaszt, mondta Petőfi, és az olvasók itták szavait. Megjelent lelki szemeik előtt a sír és a hűtlen kedves, amint leveti a gyászruhát és boldogan tovább sétál valaki másnak az oldalán. Valahogy ilyen sablonosra, robotizáltra sikerült az a portré, melyet önmagunkban Szendrei Júliáról rajzoltunk, pedig a hölgy sokkal, de sokkal több volt ennél a sematikus ábrázolásnál. Mindenről Szabó T. Leventét kérdezem, a Bábesbolyai Tudományegyetem irodalomtörténészét, aki behatóan ismeri a 19. századot és annak irodalmi, történelmi szereplőjét. Jó napot kívánok, tanár úr, szervusz Levente, köszönöm szépen, hogy szervusz. Ismét velünk tartasz. Köszönöm szépen a meghívást. És azt hiszem, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy már a beszélgetés elején gyorsan essünk túl azon, hogy milyen sematizmusok kapcsolódnak Szendrei Júlia nevéhez, és azt hiszem, hogy nekünk kolozsváriaknak különös kötelességünk az, hogy ezeket feloszlassuk, hiszen az özvegységének az első hónapjait, a legkétségbeesettebb perceket éppen itt Kolozsváron töltötte 1849-ben. Igen, kétségkívül, tehát hogy azok a sztereotípiák, amik ugye hozzá kapcsolódnak, rendkívül hosszú távúak, ugye a nadrág viseléstől a cigarettázásig, a zsorszán típusú megjelenésig, a esetenként a férfiakat letorkoló, velük vitába elegyedő nőig. Tehát ez hogy mondjam, egy kicsit férfias nőként mutatta őt a 19. század közepén. Mármint férfias nő, azaz emancipált nő, aki használja az eszét, és tudja jól, hogy mire használja. De egyébként hogy ez két oldalról nagyon érthető és logikus szerep volt. Egyrészt ott van ugye Szendrei Ignác, aki hát nem éppenséggel egy értelmiségi szerepre készíti fel a lányát, de kétségkívül valaki olyan, akinek hát a nemességek körül gondok vannak, és maga is nagyon megdolgozik azért, hogy az angon alul házasodott, ugye a felesége Gálovics Annával, és hát egy életeten keresztül azon dolgozik, hogy a lányai emancipálódjanak, ezért van az, hogy Júlia nyelveket tanul, hangszereken tanul játszani, maga is írogat, ezzel egyébként Petőfi él, meg vissza is él a későbbiekben, amikor publikálja megvágva, átalakítva a napló részleteit, és ugye a másik oldalon pedig, hogy akkor, amikor ő maga belemegy a későbbiekben ebbe a publikációba, vagy ebbe a publikációs lehetőséget felhasználja, belelép az írónői szerepbe, írók között forog. Nem véletlen, hogy hát azt lehetne mondani, hogy ez az egyik első modern értelemben vett művészházasság a magyar kultúrában, és ennek a mintájára jó néhány hasonlót látni, és akik, tehát hogy Józsika Júlia, vagy Podmanicki Júlia és Józsika Miklós, tudatosan mondom először a nőt és utána a férfit már azért is, hogy kevésbé ismerünk, tehát ugyanilyen mondjuk Jókai Mór és Laborfalvi Róza. Pontosan. És ugye ezek egymást erősítik az 1840-es, 50-es, 60-as években, és nyilván ez egy olyan szerepbe hozta Szendrei Júliát is, amelyben aki az 1850-es, 60-as években benne is maradt, és amihez ragaszkodik, itt is néha büszkén vállalva, egyrészt a kockázatát a nyilvánosságnak, a naplójában erről gyakran ír, hogy vágyja is ezt a nyilvánosságot, de ugyanakkor fél is ettől a nyilvánosságtól, hiszen látható, hogy pontosan az előbb említett sztereotípiákba belekényszerítve. Van egy nagyon-nagyon fontos kérdésem. Hány éves Szendrei Júlia, amikor özvegyen marad? 19. Tehát, hogy rendkívül fiatal, ugye, gyakorlatilag, de és nem csak az, hogy nagyon fiatal, amikor özvegyen marad, hanem egy kisgyerekkel marad özvegyen, gyakorlatilag, és egy olyan apával, aki figyelmeztette őt arra, hogy milyen következményei lesznek ennek a házasságnak. Így nyilvánvalóan nem csak arról van szó, hogy az apa nem szeretné íróhoz adni a lányát, mert a kisebbik lányát, Máriát, aztán Gyulai Pálhoz. Így van. Agyafeleség. Aki elindítja a Petőfi kultúrt. És aki ugyanakkor nagyon fél attól, hogy Szendrei Mária esetleg ugyanolyan típusú emancipált nő, esetleg netán írónő lehet, mint a nagyobb testvére Szendrei Júlia. És azért szeretjük az irodalmat, de az írónőket nem annyira. Arany János megnyugtatja a levélben, hogy megnyugodhat, nem lesz ilyen. Ugyanolyan művelt, mint Szendrei Júlia, de sokkal jobban szereti a családi kört, nem fog abból kilépni.
Tehát, hogy egy olyan helyzetben, visszatérve az előző gondolathoz, egy olyan végletes helyzetben találja magát, hogy van egy olyan apa, aki antipátiával kezelte Petőfit, akinek a túlzott, a modern napilapokra alapozó média személyiségét furcsálta, az, hogy folyamatosan megmutatja a magánéletét, hogy kiviszi a modern épakkor születő médiába magánéletét, napilapokban, hetilapokban megmutatja, hogy akár a későbbiekben ugye közli Jókai közbeavatkozásával is Júliának a naplóját, mint egy írónőt csinál a lányából. És pontosan emiatt, hát Júlia nem mehet vissza hozzá, nem tehet úgy, mintha ez a házasságnak a veszélyeire nem figyelmeztette volna, ott marad egy kisgyereke, nem véletlen, hogy részben ez is az, amiért ő Horváth Árpádot választja, és a biztonság, ilyen értelemben a biztonságot. Egyébként, mert hogy nagyon, nagyon kevés mozgástere van, és ez nem csak az ő, hogy mondjam, nagyon nehéz szorult helyzete, hanem annak a rengeteg nőnek a nagyon nehéz szorult helyzete, aki a 48-49-es forradalmi szabadsághoz lezárulta után özvegyen marad, apa nélkül marad, támogató nélkül marad. Én nem véletlen, hogy hihetetlenül sok, meglepően sok írónő, művésznő lép színre az 1850-es években, és hogy... És hát gyakorlatilag pár évtized választja el ezt a momentumot a szüfrazsettek mozgalmától, ugye, amit úgy mindig március 8-án szoktunk megünnepelni, tehát, hogy nagyon ott van ez a két pillanat egymás mellett, úgy, hogyha a világtörténelmi tablót nézzük. Még mielőtt arra rátérnénk, hogy miért is választotta második férjül Horváth Árpádot Szendrey Júlia, beszéljünk egy kicsit azokról a hónapokról, amikor ugye ő Tordán volt, miután Petőfi elment a segesvári csatába, és a segesvári csata után visszatért Kolozsvárra, és hosszú hónapokon keresztül itt rostokolt Kolozsváron, a Szentegyház utcában, éppen említetted, hogy fölismerhető is áll az a ház, amelyben lakott Szendrey Júlia, beazonosítható. Igen. És nem tudta eldönteni, hogy merre tovább. Elment Segesvárra, elment Székelyföldre, visszajött Kolozsvárra, és tehát, hogy nagy-nagy lelki csaták színhelye volt Kolozsvár Szendrey Júlia számára 1849 és 50-ben. Értelmű. Igazából itt azt hiszem, hogy akkor látjuk pontosan az ő helyét, hanem csak azt nézzük, hogy ő mit tesz ezekben a hónapokban, hanem azt nézzük, hogy mások mit tesznek-e közben ezekben a hónapokban. Ezek olyan hónapok, vagy olyan időszak, amikor nagyon sokan, akik úgy látják, hogy korábban a forradalmai szabadságharcban vagy ők, vagy a rokonaik olyan szerepet töltettek be, amelyek az új típusú társadalmi berendezkedés számára hát sötét foltnak, elítélendőnek, furcsának számítanak, vagy menekülnek. Az írók közül ugye nagyon híres példák vannak, hát a Józsika Miklós, Podmaniszki Júlia példája nagyon szép, akik egy Varga betűvel, vagy nagyon fontos, akik egy Varga betűvel Brüsszelig mennek, és hogy kell némi időszak számukra, amíg újra megtalálják, vagy visszatalálnak az íráshoz, ez az íres történetük, ugye, hogy adott pillanatban Podmaniszki Júlia tartja Józsika Miklós, mégpedig csipkeverésből, és el kell tennie néhány évnek, és a magyarországi publikációs viszonyok lazulásának kell bekövetkeznie azóhoz, hogy legalább mondjuk Józsika Miklós álnéven publikálni tudjon, és hát Podmaniszki Júlia saját neve alatt publikálni tudjon egyáltalán az 50-es évek közepén második felében. De ugyanígy lehet látni az olyanokat is, hát Arany János azért jó példa erre. Tényleg nincsen akkora vagy olyan súlyos szerepe a forradalomban, nem tölt be vezetői tisztséget, ugyan megjelentett egy kvázi, hát népszerű kötetet, egyesek még Ponyvának is mondják, amelyben harcra buzdítja meg hasonló dolgokra a társait,
De hát ezen túlmenően ő egy alacsony rangú közhivatalnok, és ennek ellenére úgy megy vissza a szalon, tehát hogy várja azt, hogy ő vele is valami történik, megkurcolhatják, ugyanis tényleg egy roppant profi módon kiépített titkos rendőrség lendül mozgásba, és nagyon-nagyon gyorsan elkezdik körözni azokat az embereket, akiket gyanúsítanak. Ugye Petőfiről is tudjuk, hogy milyen típusú ködözvények vannak. Persze neki azért van némi irónia, és olyan helyzetben is van, hogy kommentálhatja például ezeknek a ködözvényeknek a hát számára pontatlanságnak tűnő leírásait van, aminek a szélére oda is írja, vagy kommentálja, hogy hol tévednek azok, akik ködözik őt a személyre. Tehát, hogy ezt kell látni, amikor Szendei Júliának a félelmét, a bizonytalanságát nézzük, és a másik oldalon azt is, hogy valójában itt nem csak Petőfi Sándort, hanem sok-sok eltűntet várnak vissza. Gyakorlatilag akár egy-másfél évtizeden keresztül is, ezért van az, hogy olyanok is, mint Arany János, akit azért nem gondolnánk hiszékeny embernek, vagy babonás embernek, elmegy a korszaknak az egyik Nyugat-Európából, Amerikából, vagy mindenhonnan importált kutás gyakorlatát belakja, és ez nem más, mint az asztaltáncoltatás, és még van egy kis írása is erről, amiben kommentálja, hogy még Petőfi még is. Mindig reménykedik. Igen. Hoztál két könyvet. Igen, de azért mondanék egy példát még, bocsáss meg, hogy például ezért van az, hogy ezek a mindenféle spiritista meg hasonló szeánszokon még Petőfi verseket is iratnak, ezzel azt sugallják, és hát számos álhír van arról 1870-es évekig, hogy hol látták, és milyen öltözetbe öltözve Petőfi Sándort, és hogy viselkedett. Meg ez már egy másik téma, a Petőfi ezt legenda, hogy Petőfi nagy nyomás, de ez iszonyatosan nagy nyomás Júliára. Tudom. Hogy tudnélik, újra félhez mehet-e, választhatja ezt a típusú biztonságot, miközben azt látja, hogy nem folytathatja a régi életét sem, nem a végtelenségig nem lehet várnia. 2015-ben jelent meg a legfrissebb és legátnézettebb Szendrei Júlia napló, igen, amely még mindig nem tökéletes, igen, amint említetted. Vannak szakmai problémák vele, de nyilván számomra azért alapvetően minden ilyen típusú szakmai teljesítmény azért öröm, főként, hogyha korrigál még, korábbi hibákat, meg még problémákat. Még mindig tökéletesíthető. De sajnos ez még mindig nem oldja föl azt a nagy adósságunkat, hogy a teljes Szendei Júlia életművet ismerjük, hiszen tudjuk azt, hogy mindaz, amit a korábbi kiadások megmutattak nekünk belőle, vagy közreadtak, és főként ugye itt van ez a versenynek a korábbi kiadásához képest, hát jóval nagyobb. Mert azoknak a verseknek az aránya, amelyeket az 50-es években... Aránylag sok verset írt, legalábbis ami ránk maradt, és főként az 50-es években. És akkor arra kérlek, hogy zárjuk egy Szendrei Júlia vers szöveggel, és olvast-e föl nekem. Jó, hát nem hiszem, szerintem nem én vagyok a legjobb ember erre, egy színész kellett volna hozzá, de azért hoztam el a Virasztókhoz című verset, amely egyébként pár verse a Vajda János Virasztókhoz versenek, egy felelet erre, mert hogy szerintem bármikor állhatna a Vajda János vers helyén is akár, egy remek vers, mint hogy a számos Szendei Júlia fordítás például Heinerből, inkább az Andersen fordításaiból ismerjük ugye Szendei Júliát, vagy mint az elbeszélései, amelyeknek egy részét nem adták ki, vagy mint éppenséggel, hát a néhol szemléleti kommentárjai, lehet tudni, hogy például az egyik nagyon fontos elbeszélését, novelláját, azt a Pesti Napló 61-62-65-ös száma című novellájáról van szó, ami szerintem egy nagyon, nagyon jó szöveg, azt a Nőíró vitában pontosan az írónők létjogosultságának a megvédésére használja a sógorával, vagy a volt sógorával, Gyulai Pállal szemben, aki az Írónői című munkában 58-ban azt mondja, hogy hát az írónőknek a létjogosultsága az minimális, és igazából szóval csak Gyulai akkor... Akkor írne. Hát ne, mondjuk nem mondanám, ez teljesen érthető az, ami Gyulai Pál mond a saját korszak mércei szerint mondja, hanem legfőnebb itt arról van szó, hogy megjelenik egy kritikus női tömeg, és egy kritikus olvasó női tömeg, akiket már nem lehet figyelmen kívül hagyni, és a Szendei Júlia jól érzi ezt a dolgot, illetve szépen meg tudja jeleníteni. Szóval a Virasztókhoz. A Virasztók egy szakaszt kérek belőle. Halkabban szóljon az ének, még halkabban a panasz,
hagyjátok a szendelgőket, minek von felverni őket, vajon mit használni az, vagy zavarni a mulató kedvét, vajon mi segít, miért venné ki kezeikből a telt pohát, hadd hajtsák fel és üdítsék fenékig. Egyébként, ha tovább olvassák a nézők majd ezt a verset, láthatják, hogy ugyanolyan önmarcangoló szöveg, mint a Vajda János szövege, és egyébként ugyanolyan önmarcangoló, reflexív, nagyon szubjektív, izgalmas szöveg, mint Szendei Júliának a prózája. És épp ezért is szeretem a napló részleteit, vagy a napló szövegeit, ezért is ajánlom különösen a nézők figyelmébe, szerintem párját ritkítja a korszakban, akár európai mércével is mérve ez a típusú szubjektivista, reflexív, önmarcangoló próza. És őszinte. Szabó T. Levente, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a meghívást.